A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nagy szeretettel köszöntjük a televízió nézőket, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy néhány fogas kérdésre választ kapunk abban a műsorsorozatban, amit tervezünk elindítani dr. Csulak Fruzsinával, akit azonnal nagyon nagy szeretettel köszöntök a televízió stúdióban. Fruzsina, szép napot! Jó napot kívánok, üdvözlök én is mindenkit! Fogas kérdések című sorozatunkba kezdünk bele, bővülünk éppen úgy, mint a rendelőintézet is, ahol éppen dolgozik, és nem véletlen, hogy a bővülés szót használom, hiszen ebben az első műsorban, ebben az első magazin műsorban elsősorban az lesz a témánk, hogy bővült a várfogdentál fogászat. Pontosan ugyanúgy, ahogy az előbb is mondtam, mint műsorunk, amit eddig a rádióban hallgathattak, most már a tévében is nézhetik, gyönyörködhetnek a doktornőben, gyönyörködhetnek például a fogsorokban. Fogszabályzókban. Igen, az asztalon. Áruljuk el a televízió nézőknek, hogy én eleve rosszul raktam össze ezeket a játékszereket, de pontosan ezért jó ez a műsor, megtanulunk egy csomó dolgot, magyarul fogas kérdésekre kapunk válaszokat. És már az elején hadd mondjam el a televízió nézőknek, hogy lehet kérdezni a doktornőtől fogászati kérdéseket. Tényleg? Lehet. Igen, készülünk egy ilyenre. Még a doktornőt nem avattuk be ebbe, de mindenképpen az a tervünk, hogy akár a Vörösmarty Rádió felületére, Facebook Messenger üzenőfalunkra, vagy a Fejvár Televízió Facebook és Messenger üzenőfalára lehet írni kérdéseket, és hát doktornő, ha tud, akkor válaszol rá. Igyekszem válaszolni rá. Kezdjünk a bővüléssel. Hát az a helyzet, hogy bővült az üzlet, gondolom igény szerint. Lesz egy bejátszónk, de azért néhány gondolatot erről a bővülésről. Igen, a bejátszásban majd ugye el fogom mondani, hogy ennek mi volt a története. Tulajdonképpen nevezhetjük bővülésnek is, de most sikerült létrehozni azt a munkakörnyezetet, amit én mindig is úgy megálmodtam magamnak, amikor fogszabályozással kezdtem el foglalkozni. Volt szerencsém sok külföldi továbbképzésen részt venni, illetve nagy nevű előadóknak megnézni azt, hogy hogyan rendelnek, és nekem nagyon tetszett az, hogy egy fogorvos, egy fogszabályozó szakorvos, az tulajdonképpen vezeti a kezelést, csinál egy kezelési tervet, és ez alapján megy végig egy akár két éves fogszabályozás, és hogy vannak úgynevezett segítői, akik a keze alá dolgoznak, akik az olyan dolgokat, mint például egy lenyomatvétel, amit mostanában nálunk már egy digitális háromdimenziós szkenner váltott ki, például ezt nálunk a lányok. Uh-huh. Én úgy hívom őket, hogy lányok. Zsuzsa, Anikó és Timi van most velem, akik a három rendelő, vagy hát kezelő egységben dolgoznak a paciensekkel, előkészítik a kezeléseket, instruálják, motiválják a pácienseket, segítenek a szájhigiénia fenntartásában, a készülék kiválasztásban, a fogszabályzás kezdetén kérdésekre válaszolnak. Tehát igazából a jobb kezeim, én pedig ugye koncentrálhatok a konkrét orvosi feladatokra, és most sikerült ezt létrehozni azzal, hogy meg tudtuk vásárolni ezt az ingatlant, ami nagyon nagy szerencsénkre a másik rendelő mellett van. Kedves televízió nézők, mi kint jártunk a rendelőintézetben, kint jártunk a terepen, hadd fogalmazzak így, és készítettünk ott egy beszélgetést a doktornővel, ennek a bejátszása következik most, úgyhogy tartsanak velünk. Ezen az új helyen úgy hoztuk létre igazából az egész rendelőt, hogy egymás mellett helyezkednek el a rendelők, tehát ilyen üvegajtókkal vannak elválasztva, és amikor én mondjuk kezelek, akkor egyik rendelőbe megyek a másikba. Így kényelmesebb a pácienseknek is, tehát a váróban nyugodtan elférnek, akár testvérekkel, szülőkkel együtt, illetve nekem is közelebb van egymáshoz egy-egy kezelőegység, tehát nem kell az egész 100 négyzetmétert körbesétálnom, hanem egymás mellett tudom elérni a kezelőegységeket. Ilyenkor az előkészítést megcsinálják a lányok, ők dentálhigiénikusok, és akkor én tulajdonképpen csak az orvosi munkára összpontosíthatok. Amióta átköltöztünk az új rendelőbe, azóta úgy különítjük el a rendeléseket, hogy az általános fogászati kezelések
a fogorvosokkal a dentálban történnek, és az új helyet elneveztük ortónak, ami ugye a fogszabályozásból ered, és így ebben az úgynevezett bárfok ortóban pedig a fogszabályozás és az ehhez kapcsolódó beavatkozásokat végezzük. Ez jelenthet egyébként egy konzultációt, itt is van ugyanúgy röntgenünk, illetve itt is végeznek a lányok fogfehérítés, dentálhigiéniai kezelést, az általános fogászat, szájsebészettel, fogpótlással együtt a dentálban maradt tulajdonképpen. A dentálban is bővítettünk, ott kapott a rendelő egy CBCT gépet, ez háromdimenziós képalkotásra képes, tehát sokkal több információval szolgál a fogorvosnak, mint például egy kétdimenziós röntgengép. Ez nagyon hasznos implantációs fogpótlásoknál, akár fogszabályozásnál is tudjuk használni, fogpótlásoknál és bármilyen gyulladás feltérképezésednél például. A bővülésről volt szó, mégpedig a Várfog Dentál rendelőintézet bővüléséről, és egy kicsit, ahogy a műsor elején is elmondtam, magazin műsorunk is bővül, hiszen most már a rádióból átköltöztünk a tévébe is. Gyorsan szeretném ellétenni egyébként, hogy a Vörösmarty Rádióban futó Orvos Válaszol című magazin műsorunkban is felbukkan majd dr. Csulak Frugina, nagyon-nagyon sokszor beszélgetünk vele. Hát kedves doktornő, nagyon szépen köszönjük, hogy mindezeket elmondta nekünk, és gratulálunk a bővüléshez. Köszönöm szépen, hogy vállalta ezt a kihívást, hogy hétről hétre, vagy hát hónapról hónapra, alkalomról alkalomra beszélgetünk fogas kérdésekben. Igyekszem válaszolni minden kérdésre. Várjuk a tévénézők kérdéseit, várjuk a fogászati kérdésekben felmerülő gondolatokat. Igaz, hogy doktornővel most majd a következő adásban a fogszabályzás lesz a témánk, de ettől függetlenül, ha bármilyen kérdés van, egyéb kérdések, akkor ezekre szívesen válaszolunk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt volt velünk. És akkor hadd mondjam, hogy egy hónap múlva várjuk vissza szeretettel. Köszönöm szépen. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.